eddig egyáltalán nem játszik alárendelt szerepet a haladás, de most nézzük Kabátot, jó lövés! És nagyon nagyot védett Takács. Hát ahogy elmondtam, hogy egyenrangú ellenfele a haladás a Vasasnak, egyből megvillant Kabát, és ez volt az eddigi legnagyobb helyzet, messze a legnagyobb. Komjáti András rezzenéstelen arccal figyeli a történteket, szerzett gólt Vasas játékosként egy 4-1-re végződött mérkőzésen. Aranyos most, de nagy lövés! És szöglet megint. Aranyos kapásból. Noki volt az, Balassa. Ő is beleért, kifejelte. Nagy Csaba szabadrugása után ott az üres ember. Egy védés, és másodszorra is megfogja köves falján. Hihetetlen. De hát ez valami oltári nagy helyzet volt. Nem is tudom, hogy hogy maradhatott ott. Lehet, hogy ő is meglepődött, azért nem fejelte pontosabban, aztán még ismételhetett is lábbal. Másfél perc a hátralévő játékidő, mármint a rendes játékidőből. Az első fél időből egyelőre nincs gól, Kabát. Kabát még, szépen csinálta, vezet a Vasas. Kabát Péter, nem hitték el, hogy lőni fog, vagy nem értek oda, őszintén szóval nem tudom. Balassa lemarad, Nagy Gábor pedig elváltott valamiért. Kabát pedig ügyesen a jobb alsó sarokba lövi a Vasas vezetőgólját. Na nézzük még egyszer. Kabát már Kispesten is elemében volt, és most is gólt szerez. Galasek rúghat. Herceg. Még mindig Herceg. A 16-oson belül visszateszi Kabát. Aranyos, ez érdekes volt egyébként. És aztán kivágja Balassa. Hát ritkán látható jelenet, ha csak főszereplővé vált. Már az előfordul, hogy a bíró főszereplő, csak általában nem így. De hát ilyen előfordul. Aranyos. Bent a 16-oson belül jobban lövi el, kemény lövés volt, ki is jött Takácsról. Nagyon kellemetlen, lefelé vágódó lövés volt. Tíber csúsztat. Ott a visszahúzás. És már csak a kapu tetején landol a labda. Hát a túloldalra, Marginian felé, ott a fejes is. A labda pedig pontosan köves falvi kezébe pottyan, a földről pattant oda. Szilinek teszik le. És ez is bent van, és megint megpattan. Hát ez szinte hihetetlen, kérem szépen. Na nézzük, Szilinek teszik le. Igen, Balassa mellén változtatott irányt a labda. Takács megy a bal oldalra, a labda pedig így Mandinerből a kapu jobb oldalába. Ászló rúgja a szabadrugás, Szobumi. Kabát. Hát a túloldalra nem rossz a Szili, és aztán föladja Takácsnak. Horváth mögé jön be a labda, Szili megelőzi a védőt, aztán föladja. Jól jön ez a szöglet is, és bent van. Ez már bent van, és megint Balassa került oda. És kérem szépen, szép itt a haladás, egy perccel a mérkőzés vége előtt. Na nézzük, jön a szöglet, jön Balassa is, mindenkit megelőz, és befejelte. Alaposan le kellett hajolnia, be is rúghatta volna, de ő inkább befejeli. Ami az igazán érdekes a dologban, hogy ott volt mögötte Marginian is, tehát ha véletlenül elvéti Balassa, akkor még ott volt a biztosító ember.